Magyar György feleségével heti rendszerességgel jár kifutni. Egy-két kört tesznek meg minden alkalommal. A természetben való futás kikapcsolja őket, és jó a napi munka után kicsit mozogni. Feleségemmel szinte minden nap, amikor tehetjük, kijárunk az erdei futópályára. Így zártuk a múlt évet is, szinte egész évben kijártunk. Remélem, hogy nem lesz akadálya a következő évben sem ennek. Balog Edit Judit tájfutóként nehezebb terephez van szokva, mint a lombkorona. Párja most külön, gyorsabb tempóban futott, mert ő most barátnőit is elhívta mozogni. Most a tempó is lassabb, mert közben az élet történéseit is megbeszélik. Számára is fontos a természetben való futás, mozgás. Gyönyörű idő van, és mi minden évben így kezdjük az évet, akármilyen idő van. Ha jó idő van, ha rossz idő, úgyhogy az erdőt nem lehet kihagyni szerintem. Tulajdonképpen nyilván ebbe a szép időbe kecsegtetőbb a dolog, de egy kis havazás vagy egy kis csúszóság az nekünk még sose mondott nemet, tehát az nekünk mindegy. A tájfutók azok tájfutók. Hát most két barátnőmmel jöttem ki, akiket szintén már évekkel ezelőtt futóvá tettem, úgymond, és mi végig beszéljük ilyenkor az elmúlt év eseményeit, tehát nálunk ez a nehezítés, hogy mi tudunk beszélni futás közben tulajdonképpen. Az egész év így fog eltelni, egy picit elkeserítő az a tény, hogy azért ez egy csodálatos pálya, és nagyon jók az adottságok, ennek ellenére nagyon kevesen jönnek ki, fiatalok meg pláne, és hát ugye már mi se a fiatalokhoz tartozunk, de ez elszomorító, vagy ha kijönnek, akkor meg lehet, hogy egyesek vandálkodni jönnek, kutyával jönnek, dohányozni jönnek, tehát ez nem ide való lenne, de nem tudunk ellene tenni, sajnos. De mi élvezzük. Mi most is példát mutatunk, igen. Dr. Farkas Béla is fontosnak tartja, hogy munkája mellett kikapcsolódásként rendszeresen fusson, heti több alkalommal a sétányon. Saját tempót, időbeosztást alakított ki, így telefonján nézi is az időt, hogy jól tartsa a tempót. Én két nagy kör szoktam folyamatosan futni, azt időre, hogy véletlenül se blitzeljem el, vagy gyalogoljam el, és ez olyan körülbelül 4 kilométer. Bene Sándor egy jászágúi lovas barátjukkal és a gyermekeikkel a játszóteret vették be. Ilyen csodás idő van így az év elején, hál' Istennek. Mondjuk lehetne egy kicsit fagyosabb is. Évszaknak azért nem teljesen megfelelő ez a túlzottan meleg idő. Ma is ilyen 14 fok van most. Éppen úgy, hogy túl meleg, a mezőgazdaságban jó lenne egy kis fagy. Egy kártevők is pusztuljanak egy kicsit, meg hát az a természetes, hogy télen hideg van. Tehát jószágokkal is nekünk kicsit nehéz. Most a túl nagy sár van, egyébként még lehet legeltetni is azokon a területeken, ahol nyáron kevesebbet jártak. Tehát ilyen szempontból meg nagyon jó ez a szép, tiszta és napsütéses idő. Míg a férjek most az 5 gyerekkel a játszótéren vannak, addig feleségeik lovas túrán a Benetanya körüli határrészen. Kovácsné Malienikő nagyon örül a jó időnek, szereti a természetet, így kijöttek a férjével és kisgyermekükkel a friss levegőre egyet babakocsézni. A természetnek szüksége van arra, hogy pihenni tudjon, reméljük, hogy minél hamarabb bekövetkezik, hogy újból egy kis fagyás következik a természetben.